köszöntöm a sajtótájékoztatót, megjelentek el. Ami miatt fontosnak tartottam, hogy ilyen körben még a 6 órási zárosforog előtt találkozzunk, az az, hogy felvehessék a kérdéseiket, illetve elmondhassam, hogy miért nagyon fontos ez a nap is Esztergom város életében. Azt talán mindenki tudja, hogy az októberi önkormányzati választások óta nem sikerült olyan együttműködést kialakítani a kétharmados Fidesz többségű testülettel és a kétharmados többséggel megválasztott polgármesterrel, hogy a város érdekében együtt tudunk dolgozni. A napokban felerősödtek mindenfajta híresztelések, hogy ez miért történik így, sőt egy idő után úgy tűnt, mintha ennek én lennék egyedül az oka. A város érdekében egyfajta kiegyezési csomagot terjesztek a képviselők elé, amelyről a mai nap folyamán külön-külön minden várt képviselőjével egyeztettem, valamint egy civil szervezet vezetőjével is. A kiegyezési csomag lényege, hogy amennyiben nem kívánnak lemondani, illetve a felosztatást nem kívánják megtenni, úgy legalább 3 képviselőjük lépjen vissza. Ezzel a képviselő testületben biztosítva lenne egy olyan 50-50%-os arány, ami azt jelenti, hogy 7 fideszes és 7 civil vagy más párt színeiben bejutott képviselő ülhetne egymás mellett, ahol az együttműködés mindenképpen kötelező, mert különben nem tudunk döntéseket hozni. A másik javaslat, hogy a hivatal működése augusztus 1-től ellehetetlenül, amennyiben sem jegyzőnk, sem aljegyzőnk nem lesz, és itt a képviselőtestületnek abban is döntést kellene hozni, hogy a jelenlegi jegyzőasszonnyal nem sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani, sőt a napokban 2 olyan feljegyzés is érkezett, amiben az egyikben az önkéntes munkatársával a rendőrséggel fenyegeti, valamint a levelezésemet szeretné számunkérületen nyomon követni, és csak írásban hajlandó vele kommunikálni. Úgy tűnik, hogy az önkormányzati törvényben, miután a polgármester irányítja és a jegyző vezeti a hivatalt, nem ilyen szellemben van jelenleg az, vagy történik az együttműködés, tehát ezen mindenképpen változtatni kell, hiszen a közigazgatás egy városban nem állnak le. A javaslat másik lényege, hogy jelenleg a bizottságok csak képviselőkkel működnek. Én mindenképpen szeretném, ha a civil kontroll is bekerülne a bizottságokba. Ez azt jelenti, hogy ahol 5 bizottsági tag van, ahol legalább 2 civil legyen, vagy a szakmát képviselő, ahol 7-en vannak, ott legalább 3 legyen civil, vagy a szakmai érdekeket képviselő ember. Az alpolgármester kérdése olyan, amit még meg kell oldanunk. Miután a testületből kell egyet választani, és hát az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a nőkkel tudom magamat jobban megértetni, így az egyetlen olyan képviselő hölgyet jelölni, mert a tisztségre, aki még nem volt alpolgármester, ez konkrétan Sámosz Andrea lenne. Viszont a Fidesz-KDNP csoport, akár a KDNP javaslatára egy olyan külsős alpolgármestert adhatna, amivel biztosítva lenne az a fajta kontroll, amit ők szeretnének gyakorolni. Ami még nagyon fontos, hogy minél hamarabb megszülesen Esztergom városának egy olyan költségvetése, amely figyelembe veszi az adósságrendezési eljárás eredményeit, szülesen egy olyan reorganizációs terv, illetve egyességi javaslat, ami végrehajtható és nem alkotmányellenesen született, valamint az új költségvetés mind az intézményeknek, mind pedig az itt élőknek a mindennapi gondjait oldja meg. Természetesen, amennyiben létre tud jönni ez a fajta egyesség, vagy helyreállhat a működés, abban az esetben akár már június 23-án is ülésezhetünk, és foglalkozhatunk a város sorsát jelentősen meghatározó kérdésekkel, legyen ez akár egy alkotmányellenes szemétrendelet, vagy a gazdasági társaságok beszámolói, vagy az intézményvezetőknek a kijelölése. Azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert eddig is a Fidesz kétharmada döntötte el azt, hogy hogyan kívánja működni a város, és miért fajultak ilyen idáig a dolgok, és most is náluk van a döntés joga. Ha jól tudom, éppen ezekben a percekben a frakcióülést tartanak, tehát magam is kíváncsian várom, hogy 6 órára születik-e döntés, és mi lesz a döntés lényege. Amennyiben nem tudjuk ezt az új típusú együttműködést megvalósítani, akkor sajnos a
város a működésképtelenség irányába halad, és természetesen egy demokratikus jogállamban a tiszta lappal új választást tudom csak javasolni a jövőt tekintve. Cél az lenne, hogy lehetőleg Esztergommal szeptembert már úgy kezdjük, hogy egy működő, vagy új, vagy egy módosult testülettel, de mindenképpen a város jogjaira koncentrálva kezdődjön meg a munka.